Sziasztok! Köszöntünk Sziasztok! mindenkit! Örülnénk néhány visszajelzésnek majd kommentekben, hogy hallatok-e minket, láttok-e minket, és amíg ezt megírjátok, elmondom, hogy mire lehet ma számítani. Olyan kérdéseket írtunk össze, és olyan témákon gondolkoztunk, hogy vajon a 44 fejezet 4 férfiról című könyvben és a Vágyak valóság sorozatban mennyire életszerű és realisztikus az ábrázolása a főhősöknek, a házasságnak, a szexualitásnak a párkapcsolatban, vagy hogy másképp megfogalmazzam, tényleg normális-e az, amit látunk és olvasunk. Meg azon is gondolkoztunk, és reméljük, hogy titeket is érdekel, hogy vajon a szex az tényleg mindig csak a szexről szól-e, és hogyha nem, akkor mi minden lehet-e mögött. De gondolkoztunk azon is, hogy remélhetőleg hasznos nektek, ha arról is beszélgetünk, hogy vajon miért ilyen nehéz közeli kapcsolatokban beszélgetni erről a témáról. De még ezen kívül nagyon sok minden mással is készültünk, és mielőtt bemutatkoznánk, még elmondom, hogy ha kérdésként merül fel esetleg, hogy nyugi visszanézhető lesz a live, és hogy a könyv az kapható a Möbius kiadónál, és a többi technikai infót majd még Betty elmondja. És egy disclaimert is hoztam, szeretném egyértelműen kifejezni mindenki számára, hogy nem a könyv szerzőjének a kibeszélő sóját fogjuk ma megtartani, de fogunk olyan dolgokról beszélni, mintha úgy tűnne, hogy róla alkotunk véleményt. Teljesen egyértelműen mondhatjuk, hogy nem ismerjük őt, fogalmunk sincs, hogy mennyi a valóság arról, vagy mennyi a valóság alapja pontosan annak, amit ő megfogalmaz és leír, és ez csak egy része az ő életének, amit ő meg szeretett volna mutatni. Ez valamilyen szinten szórakoztató irodalom, és a sorozat is szórakoztató, úgyhogy azt gondolom, hogy nem vonhatunk le őról a messze menő következtetéseket, tehát bármit mondunk arról, hogy milyennek tűnik ez az egész, az nem az írónőről szól. Remélem, hogy ez így érthető, mert nem szeretnénk senki azt mondani, hogy nem normális, normális, ilyen-olyan, amolyan, mert nem is ismerjük. Jó, én Knapek Éva vagyok, klinikai szakpszichológus és párterapeuta jelölt, és szeretném megkérni a beszélgető társaimat, hogy ők is mutatkozzanak be. Sziasztok, én Bótyi Bettina Zora vagyok, a 44 fejezet könyvsorozatnak a fordítója, illetve iskolapszichológusként dolgozom még emellett. És ilyen technikai információkat még én mondok nektek, hogy ugye a sorozat, a Vágyak valóság Netflix sorozat alapjául szolgáló 44 fejezet, 4 férfiról és az ezt követő ugye 4 rész, ami még a könyvsorozatot alkotja, megvásárolható a Möbius könyvkiadó oldalán, illetve az Alexandra kiadó oldalán is. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor az első 2 rész megjelent, és még 3 rész van hátra a sorozatból, amit egyelőre előrendelni lehet. A korábbi Möbius könyvklub beszélgetések megtekinthetőek a Möbius Facebook és YouTube oldalán. 2 hetente mindig új beszélgetésekkel készülnek az olvasóknak és a követőknek, amiket vissza is lehet nézni utána később a Facebookon és a YouTube-on, illetve a beszélgetés során, hogyha bárkinek bármilyen kérdése vagy megjegyzése felmerülne az éppen tárgyalt témákkal kapcsolatban, akkor a komment szekcióban lehet kérdezni tőlünk. Köszönöm. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, Garam Völgyi Andrea vagyok, a regény alapjául szolgáló Netflix sorozat Vágyak és valóság szinkron dramaturgia, szinkron szövegírója, és én akkor fel is vetném azt, hogy nem véletlenül fogalmazunk úgy, hogy alapjául szolgáló és nem a regényből készült, mert gyakorlatilag van egy alaphelyzetünk, és ezen kívül, főleg akik esetleg olvasták a könyvet és látták a sorozatot, és azok már tudják, többieknek picit spoilerezünk, hogy a történéseket egy picit izgalmasan átkeverték a sorozat alkotói, de van az alaphelyzet, ami az változatlan, van egy 10 éve házasságban élő párunk, 2 kisgyermek szülei, és hát úgy tűnik, hogy a szexuális kapcsolatuk, és úgy általában a kapcsolatuk picit kiüresedett, egy picit eltávolodtak egymástól, nem kommunikálnak egymástól, és ennek megoldására, vagy legalábbis a saját oldaláról megoldásnak találja az írónő, a főhősnő, Bibi, vagy Billy, hogy naplót ír. És ezt a naplót megtalálja a férj, és innen elindul a cselekmény
száll, és ez már egy önmagában egy nagyon érdekes kérdés, hogy valóban megoldás lehet-e az, hogyha egy kicsit visszarévedünk a múltba, vagy mennyire segíthet az, hogyha esetleg a múlton rágódunk férjünk bevonásával, vagy anélkül, illetve mi mindent jelent az, hogyha 10 év után a kapcsolatot ennyire ellaposodni látjuk, hogy már a múlt segít csak rajtunk. Iva, neked mi erről a véleményed? Hát ugye annak fényében, hogy egy szürke hétköznapokat régóta megélő párkapcsolat mennyire más lehet, mint amilyen egy izgalmas kalandokkal teli élet, amiben soha nem jutunk el odáig, hogy megszokjuk egymást. Én azt gondolom, hogy nem sok realitást jelent, vagy nem igazán van a realitással kapcsolatban az, vagy nem sok értelmét látom annak, hogy egy 10 éves kapcsolatban elkezdjük a múltunkat, az alkalmi kapcsolatainkat összehasonlítani, azt az életet ezzel az élettel. Nagyon sokat foglalkoztam például a megcsalás témájával is, és voltam ilyen workshopokon is, és a megcsalások okai elemezgetése közben azért mindig visszatérő elem ez, hogy kecsegtet az új kapcsolat például, vagy régi, nosztalgikusnak tűnő kapcsolatok kecsegtetnek azzal a hiú ábrándal, hogy az sokkal jobb lehet, vagy sokkal jobb volt, mert hogy el lehet menekülni a hétköznapi valóság szürkeségéből, unalmából, monotonitásából, de az, hogy mondjuk teszem fel, 2 hetente találkozok valakivel, akivel nem kell a hétköznapi kötelességeket megosztani, megbeszélni, szervezni az életet, de abban a 2 hetente egy alkalomban ritkán felvillan az, hogy milyen jó a másikkal lenni, az semmilyen mértékben nem a reális. Tehát egy nem sportszerű dolog ezt a 2 dolgot összehasonlítani egymással. Igen, és az is érdekes, hogy miért gondoljuk azt, hogy a agyanőknek, illetve hogy miért gondolja azt egy nő esetleg, hogy pont az izgalom hiányzik az életéből, pont ez a vadság, pont ez a 20 éves végtelenség, amikor azért már sokkal előrébb tart az életben. Én ezt sem érzem egyébként reálisnak, ez a másik, ahogy nagyon jó szót használtál, hogy ezt nem érzem reálisnak a vágyainál, és ezért gondolom, hogy esetleg ez egy különleges történet lehet, és valami más oka lehet Bibinek a vágyakozása mögött, pusztán az unalomnál, és pusztán a szürke hétköznapoknál. Ugyanis sok oldalon láttam emlegetve, hogy a szülés utáni depresszió nyilvánult meg Bibinél ilyen formában, illetve hát Billinél a sorozatban, szóval, hogy nem tudom, sokan erre vezetik például vissza így az ilyen netes komment szekcióban, amiket én így láttam, elsősorban a külföldi oldalakon, hát az olvasók, nézők, elsősorban a Bibinek a rajongói, akik utána átértek a könyvsorozatból, ugye a filmsorozatra is, ugyanis a szűk olvasó csoportjában én nem nagyon találkoztam nem pozitív kommentekkel a sorozatot illetően, tehát hogy ott ők nagyon igyekeznek kimenteni kvázi a szülés utáni depresszióval a Bibit. Nem foglalkozom kifejezetten szülés utáni depresszióval küzdő felnőttekkel, de valahogy nem így képzelem el a szülés utáni depressziót. Igen, én sem, de... Depresszívebbnek képzelem el. Kevésbé. Azt gondolom, hogy ez is egyfajta tünet a depressziónak, hogy az örömökre való fogékonyság, az arra való kíváncsiságunk azért az megfakul, és hogy itt ezt nem igazán így ábrázolják, de az, hogy egyébként elégedetlen valamivel, az nagyon látszik, én azt gondolom. Igen, és a... Bocsi, nyugodtan mondja. Csak elgondolkodtam, hogy a múltja is nagyon érdekes, hogy miért sokkal jobban ugye kiderül a könyvből, míg a sorozatban ezt kellemesen homályban hagyták, és az is egy nagyon érdekes aspektusa, hogy a sok vad kapcsolat, és ugye a múltat ilyen szempontból megismerjük a sorozatban, és utána jött ez a megnyugvást hozó házasság, ami mégsem teljesítette be a hozzáfűzött reményeket hosszú távon. Ez már egy picit közelebb áll a realitáshoz, ugye ez lehet, hogy ez már sokaknak így ismerősebb,
És az a nagyon érdekes, hogy ugye itt fordítva van a megszokott, a közhelyes szenárióhoz képest, hogy a férfiak szoktak többségében ráunni idézőjelbe a házas életre, és nagyon izgalmas lehet az, hogy itt ez egy nővel történik meg. Igen, és ezzel együtt én mindig felveszem a kesztyűt az ennyire férfiakat és nőket egy oldalon ábrázoló, nem is tudom, megfogalmazások, vagy posztok, vagy cikkekkel szemben, mert hogy most én nem az írónőről, meg nem kifejezetten csak erről a sorozatról beszélek, mert hogy az a megélésem, hogy akik néznek minket, szeretnének azért ebből tanulni is, és hogy nagyon jó alapot ad ez a két mű arra, hogy ezen elgondolkozzunk tényleg, de hogy nem az van, hogy csak a nők, vagy csak a férfiak hajlamosak a megcsalásra, nem az van, hogy csak az egyik, vagy csak a másik nem rosszabb, vagy jobb a másiknál, és hogy bármelyik ábrázolás azt gondolom, hogy eltúlzó lehet, hogyha abból indulunk ki, hogy ja persze, mert a nők ilyenek, ja persze, mert a férfiak ilyenek. Szóval, hogy emberek vagyunk, és az, hogy 10 év után kiüresedik egy házasság, vagy kiüresedettnek éljük meg, nem feltétlenül kiüresedett, de hát összehasonlítva az elejével nyilvánvalóan teljesen más, az valahol egy normális dolog. Ezzel viszont azt gondolom, hogy sokkal több mindent lehet kezdeni, mint csak a szexre kihegyezni, meg mint csak a másikat felelősnek megtenni ebben, vagy naplót írni adott esetben. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok a lehetőség, hogy mit csináljunk azzal, hogy nehéz fenntartani az érdeklődést. 10 év után szerintem annyira bemerevednek köztünk mintázatok, játszmák, párbeszédek, hogy szerintem végszavazni tudják már egymást a párok, hogy tudod, hogy mit fog mondani a másik. És hogy ezt nagyon nehéz megtörni. Ezt adott esetben, hogy ezzel mit kezdenek, ezt annyira nem élem meg tipikusnak. Tehát, hogy valahogy a klienseimtől a munkám során, az évek során nem kifejezetten ilyennek, és így látom ezeket a dolgokat, de természetesen nagyon sokszor a kiüresedett kapcsolatra egy szeretői kapcsolat kialakítása, vagy egy alkalmi megcsalás sokszor szokott tényleg válasz lenni, mármint választ. A választ nem úgy értem, hogy egy jó megoldás, csak hogy sokan folyamodnak ide eszköztelenség miatt egyébként. És ez az egész naplóírás, ez ilyen manipuláció? Ez megint csak azt gondolom, hogy az egyenes és őszinte kommunikáció helyett egy ilyen kerülő út, és hogy ebben mégis belement a férj ebbe a játszmába, ez is egy nagyon érdekes dinamikát tükröz, hogy nem szembesíti rögtön, nem kéri ki magának, nem azt mondja, hogy üljünk le és beszéljük meg, hogy akkor ez most micsoda, hanem manipulálhatóvá válik, főleg ugye a könyvben. Igen, azért ezt is felvetettem az elején, hogy vajon miért ilyen nehéz közeli kapcsolatokban őszintén beszélni erről, és hát most tegyük a szívünkre a kezünket, ha belenéznénk a párunk bármiébe, ami amúgy nagyon intim, és nem örülne neki, ha beleolvasnánk, hogy azért nem szívesen fednénk fel egyből, hogy figyelj, beleolvastam a naplódba, vagy láttam az üzeneteidet, tehát hogy azért ez szerintem nagyon sok szégyenérzetet kelt a másikban, ha már eljutok idáig, hogy annyira gyanakszom, vagy annyira nem bírok magammal, vagy adott esetben nem tisztelem annyira ezeket a határokat, pedig nincs rá feltétlen okom, akkor azért ez nem olyan könnyen bevallható. Meg az sem olyan könnyen bevallható, hogy egyébként kívülről nézve te egy álomférfi vagy álomnő vagy, de mondjuk én unlak. Tehát, hogy ezt így hogy mondod el? Igen. Ez nagyon nehéz megmondani anélkül, hogy sérülést ne okoznánk. És közben mindannyian azt gondoljuk a párkapcsolatainkban, tehát szerintem ez alól nem nagyon van kivétel, csak jó sok év önismereti munka után esetleg, de mindannyian azt gondoljuk a párkapcsolatunkban, hogy amit a másik csinál, vagy érez, vagy
amit megél a kapcsolatban, ahogy reagál, viszonyul, az rólunk szól. Miközben abszolút lehet, hogy az, hogy én unatkozom, vagy nem tudok magammal mit kezdeni, vagy nem tudom megvalósítani magam, vagy elégedetlen vagyok magammal, az ki tűnhet egy párkapcsolati problémaként, mintha köztünk lenne a gond, de lehet, hogy nagyon jó szeletfunkciót lát el az, hogy rá tudom vetíteni, hogy az a bajom, hogy te vagy unalmas. Miközben lehet, hogy mondjuk én érzem magamat unalmasnak, csak ezzel nehezebb szembenézni. Igen. Akkor lehet, hogy Bibinek önmagával volt baja, vagy Bilinek önmagával volt baja azzal az egész életével, bár mondjuk erre tesz is egy utalást, hogy nem is a régi kapcsolatát, inkább a régi énjét vágyja vissza, illetve hogy megszakadt egy folyamat, amikor ő a sorozatban persze visszatér az egyetemre, mert ugye félbehagyta a doktori tanulmányait, és itt akkor megint lehet arra rákapcsolódni, hogy mennyire volt valós önmegvalósítási út az anyaság és a házasság, illetve mennyire kellett volna kiállnia esetleg az eredeti út mellett pasiktól függetlenül. Hát nyilván ebbe azért a film viszi bele többnyire ezt az utat, ugyanis hát nyilván tudjuk ugye, hogy a szerző a könyvben, ő elvégezte az iskolát, illetve hát dolgozott is elsősorban, ha jól tudom, akkor még hozzá ADHD-s gyerekekkel. Nem vagyok benne biztos, de minthogyha ha ő ezzel dolgozol, szóval ez a Netflixnek volt tulajdonképpen az újítása, hogy ezt is belevitte, ami szerintem nagyon jó lett volna, érdekes lett volna, hogyha ezt egy kicsit mélyebben feszegeti a sorozat, és ez elmaradt, tehát, hogy ez így nem lesz ki végül. Teljesen elvaratlan maradt ez a szál, hogy ő visszament az egyetemre, pedig itt kezdett szerintem a dolog valahol érdekes lenni, mert mintha beindult volna egy működőképes dinamika, villanásokat látunk ebből. Igen. Csinálják itt is, tehát, hogy főleg már az ilyen PhD, illetve az egyéb ilyen posztgraduális képzéseket azért már a legtöbben család mellett viszik, tehát ez szerintem egy erőt is adott volna, inspirációt, ösztönzést azoknak, akik például nem mernek belevágni, hogy ha ott látom, akkor veszek, nekem is sikerülhet. Tehát, hogy ez jó inspiráció lehet egyébként az otthon ülő édesanyáknak, édesapáknak akár. Igen, sok mindenben tudott volna ez pluszt adni, azon kívül, hogy legfeljebb sokan vadul bólogattak, hogy jaj, ismerős, és hogy nem kínált megoldásokat, illetve hát ugye maga a könyv az pedig egy szerintem már-már romantikus, bahajló, végkifejlettel csodásan megjavult a házasság, és működött a manipuláció, ami szintén egy nem hétköznapi, és nem hiszem, hogy általánosnak nevezhető jelenség. De mit lehet tenni azon kívül, ami szerintem szörnyen közhelyes, hogy akkor kezdjünk el izgi randikra járni, és mindegy, csak ne beszéljünk a problémáról, de buli, színház, vacsora, és látszólag segít, aztán meg lehet, hogy mégse. Én azt gondolom, hogy itt, ha abból indulunk ki, amit látunk, meg olvasunk, ehhez hasonló szituációban mindenkire ráférne egy egyéni önismereti folyamat. Tehát, hogy én inkább azt mondanám, hogy egy mélyebb önismereti útba vágnék bele, ha elégedetlen vagyok a házasságommal, és van két gyerekünk, akkor nem azzal kezdeném, hogy el kell válni, vagy elegem van a férjemből, feleségemből, vagy szeretőm legyen, hanem hogy így mi bajom van, hogy lehetne megoldani, és hogy az a kérdés, amit a legritkábban hallok, hogy feltesznek maguknak az emberek, én hogyan járultam ahhoz hozzá, hogy megromlott? Szóval, hogy szerintem itt van egy lényegi kérdés, hogy ha mindenki a saját háza táján sepregetne, és nem a másikén, vagy másiknak a háza táján, akkor azt gondolom, hogy minden kapcsolat jobb lenne. Nagyon rá vagyunk fűződve arra a kényelmes olvasatra, hogy a kapcsolati problémáinkat a másik okozza. És hogy egyszerűen én még nem láttam olyan kapcsolatot, nagyon nehéz kapcsolatokat se, amiben csak az egyik fél járult volna hozzá ahhoz, hogy úgy alakultak a dolgok, ahogy alakultak. És ez most nem, tehát hogy nyilván nem bántalmazó kapcsolatokról beszélünk, de azért felelősségemnek érzem itt kimondani, hogy ez nem áldozathibáztatás, de hogy mégis van egy ilyen fontos szempont, hogy
azt gondolom, hogy az, hogy kihez vonzódom, meg hogy milyen kapcsolatokba megyek bele és maradok benne, azzal kapcsolatban van megoldatlanságom, hogy rá kellene néznem, hogy miért van az, hogy sorra elköteleződni nem tudó emberekbe zúgok bele, és csak ők érdekelnek, és nem hívnak vissza, és eltűnnek, és posztingolnak, és kihasználnak, stb. Stb. És akkor van egy, ezt a szempontot nagyon szerettem volna kidomborítani, hogy van egy ilyen megélése sokszor az embereknek, nem általános, és erre azért bátran mondhatom, hogy nem ez az integrált érett felnőtt szexualitás, hogy a szexualitás vonzalom és a kötődés közeli kapcsolat az nem élhető meg egy kapcsolatban. Tehát, hogy akihez vonzódok, az nem biztonságos, akivel biztonságban érzem magam, az dögunalmas és nem vonzó. Na már most egy érett integrált szexualitásban ez egymás mellett is megfér. Tehát nem azt akarom mondani, hogy csak együtt élhető meg. Tehát, hogy tehát nem akarok ítélkezni, ezt külön lehet választani tudatosan, ha valaki szeretné. Hanem amikor ez így látszólag kizárja egymást, akkor ott én valami integrálási, a kettőt egybegyúrás, vagy a kettőnk az egybegyúrására való képességnek a hiányát azért mégiscsak látom. És hogy emögött nagyon sokszor, és akkor ugye itt válaszolnék egy módon arra a kérdésre, hogy vajon miről szól a szex, ha nem a szexről, emögött a legeslegtöbb esetben kötődési sérülések vannak. És én ezzel mennék egyéni önismereti útba, ha kiüresedett a házasságom, intimitás kerülésbe vagyunk mindketten, hogy hogy is van az én kötődésem, hogy van az, hogy 10 éve nincs szex közöttünk, és mégis vele vagyok. Szerintem ő utasít engem vissza, de hát én is itt vagyok, és általában azért ki szokott derülni, hogy a szexuális problémák sem csak az egyik felet érintik. Még akkor is, ha van egy látszólag eleinte visszautasító fél, és látszólag eleinte egy sokkal inkább érdekelt fél ebben, valahogy mind a kettő elég hosszan tartóan benne tud lenni egy aszexuális kapcsolatban adott esetben. És hogy akkor én hogyan járulok ehhez hozzá? Vajon hogy kommunikáltam? Vajon mennyire voltam megértő? Vajon hányszor veszekedtünk már azon, hogy ez nem működik, mire már mindenki inkább hozzá sem mer szólni a másikhoz, csak ne veszünk össze? Ezzel kapcsolatban, igen. Ez szépen rá is fektethető tulajdonképpen a Billynek a karakterére, hiszen hát azért a könyv, ha sorozatból nem is derül ki ilyen részletesen, a könyvből tudjuk, hogy őt a szerhasználó hippik nevelték fel, egyedüli gyerek volt, tehát hogy ott azért valószínűleg nem volt olyan mértékű, vagy olyan formájú a kötődés, ami azért feltétlenül ahhoz vezetne, hogy biztosan egészséges felnőttkori kapcsolatokat fog tudni kialakítani. És nyilván ehhez kötött az is, hogy a könyvben több exet is megismerünk, hogy ugye a Ken előtti, vagy hát itt Cooper a filmsorozatban, tehát hogy ott azért egyik sem volt egészséges kapcsolat neki, tehát hogy többnyire mindegyik a szexről szólt elsősorban, illetve ettől a megszállott figyelemmel, tehát ez nem szerelem volt inkább, hanem ez a figyelemészség, amit az előző kamaszkori kapcsolataiban ő megélt. Igen. A sorozatban nekem viszont az jutott eszembe, hogy ha már keressük a jó példákat esetleg, hogy tanulhassunk belőle, pont kissé tárgyiasított Bredünk valójában, aki rossz fiúnak volt kategorizálva, holott semmi több a rossz fiúsága nem volt, mint egy gyerekkori sérülés, ugye, hogy elhagyta az édesapja, elvégzi azt az érzelmi munkát, amire gyakorlatilag a pszichológusként remekül meglátta ezt a helyzetet Billy, hogy neki mi a baja, hogy neki ezzel dolga van, igenis kezdjen valamit ezzel, hogy ő nem dolgozta fel az édesapja ilyen jellegű elvesztését, és amikor visszatér, és ott van egy kész emberként, aki igenis most már ezen túl van, és összerakta magát, és rendben van, akkor hirtelen mégse kell, mert már nem jó, rossz fiú, mert már ugyanazt a kvázi unalmas házasságot kínálja, ugyanazt az életet, amit köszönni már megkapott a férjétől, és visszautasítja, és szerintem alapvetően én azért kedveltem ezt a munkát, mert nem láttam egyben a sorozatot, így végigélhettem ezt a hullámvasutazást, de ott, amikor a gyűrűben megérkező ex-nek, aki ugye a könyvben nem tér vissza, de a sorozatban, igen, nemet mond, na ott én teljesen meglepődtem ezen. Most azért, hogy beszélgetünk erről, már úgy kezdem érteni, hogy mi volt itt az alapvető problémája a szegény nőnek.
Mondjuk akkor ki, hogy miről szól ez szerintem, hogy vigyenek útravalót azok, akik minket hallgatnak, mert azt gondolom, hogy amellett, hogy ez egy szórakoztató mű mindkét verzióban, biztos vagyok benne, hogy olyanokat fog meg pluszban, tehát a szórakoztatáson túl, aki valahogy valamelyik szerepben, valamelyik aspektusával tud azonosulni egy kicsit. És hogy jó, ha ezeket értjük, hogy olyanhoz fogunk vonzódni, ha vannak megoldatlanságaink, akik valahogyan hasonló módon fognak minket bántani, mint a szüleink, vagy ahogy a szüleink egymást. Tehát, hogy vagy azt ismételjük, ahogy ők bántottak minket, most nem bántalmazásról beszélek, hanem amikor valahogy azt olvassuk ki a cselekedeteikből a szüleinknek, hogy nem vagyok nekik elég jó, vagy nem vagyok nekik elég fontos, vagy kiszámíthatatlanok, mert egyszer ilyen a hangulata, aztán olyan a hangulata, és így nem érzem magam biztonságban. És ez egy borzasztó hullámvasút kémiailag az agyban egyébként, hogyha nem érzi az ember teljesen biztonságban magát a kapcsolataiban, akkor is, ha ezek nem bántalmazó kapcsolatok. Tehát az, hogy sértődékeny az anyám, és napokra nem szól hozzám, az borzasztó hullámvasút az agyban kémiailag, és érzelmileg mindenhogy. De hogy erre a hullámvasútra aztán úgy ülünk fel felnőttként, mintha elképesztő szerelmesek lennénk, és hogy ezt hívják sémakémiának. Tehát beindul az, hogy azokhoz kezdenek vonzódni, akikhez a testemben, az agyamban, a sejtjeimben hasonló kémia fut le bennem, meg reakciók futnak le bennem, mint az anyámmal, meg az apámmal, vagy mint őket figyelve az anyám és az apám között, és ezt összekeverjük, ezt az elképesztően erős kémiát a szerelemmel. Azt hisszük, hogy ezt az elképesztően erős kémiát kell keresni. Amikor ilyen erős kémiát tapasztalunk, az ezzel kapcsolatos szakmai könyvek azt mondják, hogy ellenkező irányba kell szaladni. Tehát, hogy ez tuti ismétlés lesz. Ismétlés lesz. És hogy ha az ember feldolgozza a saját megoldatlanságait ezzel kapcsolatban, akkor valahogy közelíthetővé válik a biztonságos kapcsolat és a vonzalom, szexualitás, intimitás, és sokkal inkább elvesztjük az érdeklődést azok iránt, akik bántani fognak minket, és felismerhetővé válik, hogy na, ez az a típus, aki nagyon vonzott régen, de már a hátam közepére nem kívánom, mert tudom kívülről, hogy mi fog történni. És sokkal inkább megnyílik az érdeklődésünk azok felé, akik biztonságot tudnak adni, és már nem tűnnek unalmasnak, de hát ehhez a hullámvasúthoz képest bármi unalmas, ami biztonságos, és nem azért unalmas a biztonságos férfi vagy a biztonságos nő, mert egy csomó esetben, mert valóban unalmas, hanem mert nem tesz fel erre a kémiai hullámvasútra. Nem tudom, ez így mennyire volt érthető, örülök, hogyha visszajelzést adtok, vagy tök jó, hogyha van kérdésetek, hát ha jobban tudjuk, hogy mi érdekelt titeket, de hogy ez a sémakémia és a szerelem, az nagyon összekeverhető. És a vágy meg, így is mondhatnám, hogy a vágy meg a szerelem nagyon összekeverhető. Tehát mikor azon gondolkozok, hogy Úristen, mit akar tőlem, vajon miért ilyen, vajon fog-e írni, és majdnem csúnyán mondtam, szóval, hogy elképesztően meglepő módon soha nem akkor ír, mikor számítok rá, hanem valami teljesen másik pillanatban. Amikor vágynék rá, nem foglalkozik velem, mikor már túlteszem magam rajta, lezárom, eltávolodok, na akkor megjelenik, mert nem hagyja, hogy eltávolodjak. Ez tuti biztos a ismétléshez fog vezetni, és ez nagyon izgalmasnak tűnik, de akkor itt kimondanám nagyon fekete-fehéren, hogy a kiszámíthatatlanság nem egyenlő a szenvedéllyel. De nagyon könnyen összekeverhető. Hát akkor mondhatjuk, hogy Bibi, mindenki, a szerzőnő jó döntést hozott, amikor a biztonságot nyújtó stabil partnert választotta, az ellenkező irányba menekült minden múltbéli tapasztalata ellenére, csak ezt akkor ezt a kapcsolatot neki tanulnia kell, vagy szoknia, vagy újra szocializálnia saját magát, hogy ebben hogyan találhatja meg a boldogságot. Amit részben ugye meg is talált, sokszor hangoztatott 85-90%-ban, tök oké a dolog, és csak hogy ez a maradék 10-15 nem hagyta őt nyugodni. De hogy azért most fogom a fejem, tehát hogyha 85-90%-ban rendben van a kapcsolatotok, akkor így miért nem vagytok boldogok? Tehát, hogy így azért, tehát, hogy fókuszálni a 15-10%-ra, az nagyon-nagyon önsorsontó.
szemlélet. Tehát amikor valakinek 85%-ban rendben van a kapcsolat, az dőljön hátra és veregesse meg a vállát. Abban a tekintetben viszont ne dőljön hátra, hogy ezt venni is kell tartani, tehát hogy ne kényelmesedjünk bele. De hát a 85-90 az csodálatos. Mert hogy nem kell tökéletes, elég, ha elég jó. Igen. Engem nagyon érdekelne egyébként, hogy majd mennyit tudunk meg a Ken háttérsztoriáról, Cooper a férj háttérsztoriáról, mert szegényről nagyon, nagyon keveset tudunk, pedig biztos, hogy nagyon érdekes az ő aspektusa is, hogy milyen érzésekkel éli meg ugyanezt, bár annyira hangoztatja, főleg a könyvben, hogy mennyire érzéketlen. Valószínűleg nincsenek is érzései, nincs is szíve, de közben meg ugye ki tud belealakítani egy olyan családi életet, amit nehéz elhinni, hogy ennek a szegény embernek ne lennének érzései. Hát, nem szeretnék sokat spoilerezni, én már elolvastam ugye az utolsó részt, és már azt fogom lassan előkészíteni a fordításhoz. Hát az érzéseiről azért nem sok mindent fogunk megtudni, tehát hogy annyira nem. Tehát, hogy inkább a tettei beszélnek, mint a tényleges kommunikációja a fiúnak, tehát hogy azért kell inkább a tettek embere lesz az ilyen apró gesztusok, amiket Billy felé tesz. Tehát hogy ezekből nyilvánul meg, illetve majd lehet olvasni egy olyan részt, hogy ugye tanul az egyetemen a pszichológusnak, és kell egy ilyen esettanulmányt végeznie, és ő Kent választja, hogy a férjét, Coopert, hogyha a sorozat nevét emlegetjük, olyan fura, hogy kicsit ez is meg az is, hogy most kiről beszélek. Szóval, hogy a Kent választja, hogy őt fogja analizálni, hogy kiderüljön, hogy miért nem mutat érzelmeket, és hogy mi lehet a probléma vele. És itt fognak majd azért kiderülni információk, amik hasznosak lehetnek ahhoz, hogy megértsük Ken miért olyan, amilyen. Szóval, hogy ilyen tekintetből valamelyest többet tudunk meg róla, de azt mondom, hogy még így is nagyon-nagyon erősen az írónő, a főszereplőnőnek az érzelmi világa és az ő szempontja marad meg a nézőkben. Tehát ilyen szempontból nagyon feminista. Mind a regény, illetve hát a sorozat is, hát úgy is reklámozták nem véletlenül, hogy csupa női stáb, és mindenki nő volt ott, tehát hogy azért ez erősen érződik azért szerintem a feminista vonulat. Igen, bár azért én elég sok kritikát meg tudnék fogalmazni ezzel a feminizmussal kapcsolatban. Felszínes, legjobban ezt tudom mondani. Lehet, hogy ha ebből sikersztori lesz, és még sok-sok évadon keresztül nézhetjük, akkor ki tudják ezt egy kicsit jobban bontani. Picit klisékkel operál azért valljuk be a sorozat, annak ellenére, hogy vannak nagyon érdekes és nagyon figyelemre méltó momentumai. És ezekből biztos, hogy mindenkinek föltűnnek azért olyan dolgok, amik érdekesek és hasznosak. Nekem a könyvben sok ilyen volt, sokat adott. Meglepő módon egyébként, én bevallom, kevesebbet vártam a könyvtől. Nagyon jó megírt, jó a fordítás, és egy nagyon érdekes alaphelyzet, meg egy nagyon érdekes múltja van ugye Bibinek ezekkel a rossz fiúkkal, akik segények, csak sérült lelkek, és jól alaposan elrontották őket annak idején gyerekkorukban. Igen, egy hangos, vagy egy mondatot, ami szerintem nagyon fontos kihangosítanék, nem mondtátok ide, hogy úgy érzem, itt lóg a levegőben, hogy a felnőtt emberek a saját életükért, hogy mennyire elégedettek benne, mennyire boldogok a kapcsolataikban, hogy érzik magukat, jól vannak-e, nincsenek, jól kiegyensúlyozottak-e, vagy nem, saját magukért felelnek. És hogy határozottan az a megélésem, hogy egyre inkább terjed el az tényleg, hogy nyilván ez a személyiség működésének, a személyiség szerveződésének a színvonalától azért függ, hogy mennyire tudjuk magunkat felelősnek tartani a saját életünket, vagy mennyire tesszük ki ezt a felelősséget. És hogy egyre inkább az is elterjed, nagyon sokszor hallom, hogy nem ezért vagyok dühös, vagy nem azért kiabálok veled, mert nekem vannak indulatkezelési problémáim, hanem mert te kiprovokáltad. És hogy ezek nem így működnek, ezek a dolgok. Tehát a saját boldogulásunkért, hogy milyen az életünk, milyenek a párkapcsolataink, mi felelünk, és hogy ez az elemezgetés, amiben bele lehet csúszni, hogy vajon a páromnak mi baja van, hogy ilyen, hát ez teljes tévút szerintem. Azon kellene gondolkoznunk, hogy
velünk mi van, hogy ilyen ember mellett kötöttünk ki, aki nem elégíti ki az érzelmi szükségleteinket. És hogy bármennyire is nehéz ezt a szempontot megemészteni, főleg ha kényelmes kitenni a felelősséget, ez az igazság, hogy azért vannak férfiak, akik ki tudják elégíteni az érzelmi szükségleteket, és fordítva, tehát ha sorozatosan olyat választok, aki nem elégíti ki az érzelmi szükségleteimet, akkor elképzelhető, hogy ez egy gyerekkori mintázat miatt ismétlődik, mert hogy valamilyen módon nem kaptam meg azt a szeretetet, biztonságot, odafigyelést, törődést gyerekkoromban, amire szükségem lett volna. Igen, és kaptunk egy kérdést, és ez nagyon érdekes, mert nekem ez a jelenet teljesen kiesett már így a fejemből, amikor tényleg, igen, nem Ken, hanem Cooper, igen, fogja magát, és felkeresi az exet, ugye nem csak utána, még nem csak kémkedik utána, hanem effektíve beszél vele, ez nem is egyszer, hanem kétszer, és hogy tényleg van egy ilyen jelenet, amikor így, ahogy írja is a Judit, hogy gyakorlatilag, mintha arról beszélnének, hogy átadja neki az autóját, vagy valamilyen házi kedvencét, hogy tényleg, hogy ilyen tárgyként, hogy akkor most téged szeret, nem téged szeret, és akkor kié legyen, és akkor figyelj, és akkor bánjál jól velem. És hogy ez egy elég abszurd elgondolás volt szerintem az alkotók részéről. Ennyire összehozni a múltat és a jelent meg a két férfit, hogy ők effektíven leülnek tárgyalni, hát hogyha valami, akkor ez nem feminista szemlélet, ez borzasztóan patriarchális szemlélet, de hogy mennyire egészséges. Tehát én el tudom képzelni, hogy van olyan férfi, aki erre vetemedik, hogy már pedig fölkeresi a konkurens férfit és beszél vele, de hogy ez így, ezt hogyan néz? Milyen szemmel nézed ezt, Éva? Hát tényleg olyan, mintha egy felnőtt embernek a feje fölött eldöntenék a sorsát, mint a szülők veszekednének arról, hogy kivel legyen a gyerek, ha elválunk. Vagy hogy így, tehát hogy nem annyira felnőtt szerep, hogy ezt nem a két másik félnek kell eldönteni, én azt gondolom. De én láttam már ilyet, és hallottam már ilyet, hogy jelen kapcsolat, meg ex kapcsolat, meg jelen kapcsolat, és para kapcsolat, vagy szeretői kapcsolat, összeülnek, megbeszélik, tisztázzák. Fel lehet nőni ehhez szerintem érettségben, hogy tényleg üljünk le, vagy nézzünk egymással szembe, üljünk le hárman, kinek hogy jó, bármennyire furcsán hangzik is, de hogy azért szerintem az ilyen esetek nagy többségében valahogy egyfajta utólagos megalázottságérzés marad, mondjuk, tehát a riválisok között egymással szemben, és hogy nem feltétlenül jó szájízzel jön el az ember egy ilyen helyzetből. Szerintem az egész valamilyen módon, már itt ez a tárgyasítás végigvonul ezen, tehát hogy nem feltétlenül azt érzem, vagy élem meg, hogy érző emberként tekintettek erre a lányra, ebben a sorozatban például, vagy nem tudom, hogy nektek ez mennyire jött át, tehát hogy ez a tárgyasítás és a feminista, nem tudom, aspektus nekem egy picit üti egymást, és úgy érzem, hogy itt van ez a tárgyasítás egyébként. Igen, szerintem is üti egymást. Ezt a vonalat én nem hangsúlyoztam volna az ő. Tehát ezt a szempontot, hogy ők ezt így gondolták, és ezt így gondolták feministának, nem emeltem volna ki. Redesul, nekem volt egy nagyon érdekes benyomásom a színésznőről, az alakításáról is, hogy akkor éreztem a leghitelesebbnek, amikor a gyerekekkel volt egy jelenetben. És mint hogyha az egésznek lett volna egy ilyen, nem mondom, hogy üzenete, inkább csak egy ilyen hangulata, hogy akkor volt ő is leginkább önmaga, amikor a gyerekeiről gondoskodott, velük játszott, értük aggódott, hogy az nagyon-nagyon élő volt, és hát ugye utólag megtudtam, hogy szintén egy 3 gyerekes édesanyáról van szó, tehát ezt a részét biztos átérezte mélységesen, de... Mármint, hogy a színésznőnek van 3 gyerek. Igen, a színésznőnek, és hogy ez egy nagyon érdekes volt ilyen szempontból, hogy ott éreztem igazán hitelesnek, és furcsa volt, hogy ez mennyire viszont nagyon nem volt szempont. Persze nagyon feminista dolog nem beskatujázni anyának egy anyád, de
Nekem azért a két férfi között vacillálok, és föl sem merül, hogy de mi lesz a gyerekekkel? Én majdnem úgy így vitatkoztam, hogy de mi lesz a gyerekekkel? Tehát, hogy ez, nekik ez a mi lenne a jó egyébként? Igen. Nekik egyébként mi lenne a jó? És megint ez a, hogy nem veszünk figyelembe minden érzést, minden szempontot, minden érintettet, hanem csak így sokat próbálunk eldönteni nagyon egyszerű sémák mentén. És hogy egy kicsit ilyen leegyszerűsítette ezt a részét is ez a dolog. Tehát ez egy kicsit ilyen negatívum nekem ilyen szempontból a sorozat részéről. Meg, de ugyanakkor érdekes is. Meg az a jelenet, amit már beszéltünk, hogy most akkor melyik vagyok én, és akkor egyfajta ilyen széthasadás a ruhákkal kapcsolatban az ő személyiségének, ez gyakran előfordul, hogy felmerül kérdésként, hogy ilyen is vagyok, olyan is vagyok, melyik vagyok én. És jó, ha ezt tudjuk, hogy igazából nem kell választani magam egyik és másik aspektusa között, hanem minél inkább ezt egybe kellene gyúrni és integráltan megélni, és minél inkább arra törekedni, hogy teret kapjon a nő is, de hogy nem különböző kapcsolatokban, mert az tényleg elképesztően ártalmas, főleg a gyerekekre nézve, hanem ezt is azt gondolom, hogy egy egyéni terápiában, vagy egy csoport pszichoterápiás módszert választva jól meg lehet dolgozni, hogy én ez is vagyok, meg az is vagyok, nem kell választanom, hogy én vagyok egy sérülékeny gyermek, egy egészséges felnőtt, egy dühös gyerek, egy a szexualitását megélni nem tudó, legátolt, lefagyott, vagy üres, vagy távolságtartó, intimitás kerülő valaki, ami nyilván önvédelmi funkciókat lát el, és vagyok egy gátolatlan valaki, aki meg nem szeretné végre magát bekorlátozni, és hogy valahogy arra kellene törekedni, hogy egészséges módon minden érzelmi szükségletemet ki tudjam elégíteni, tudjak magamra vigyázni, de izgalmakat is bele tudjak vinni az életembe, de azt ne felelőtlenül tegyem, és mások kárára. Tehát ugye ez összegyúrható terápiában egyébként. Ez nagyon érdekes, mert most felmerült bennem egy általános ellenpélda, vagy ellengondolat azzal kapcsolatban. Mindig azt mondják, hogy nem kaphatsz meg mindent, hogy olyan nincs, hogy minden sikerül, de akkor pszichológus szemmel ezeknek van egy ilyen integrálható, egy integráló szemlélete, technikája, hogy az ember ezeket szépen mind végig gondolja, végig dolgozza, akkor nem arról van szó, hogy mindent egyszerre és teljes mértékben, hanem hogy ezek megférhetnek, és meg is férnek egymás mellett. Igen, egy csillapodott formában, egy másokat nem károsító, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, új változatban. Tehát az, hogy szólhatok, hogyha valamire szükségem van, hogy elmehetünk párterápiára, hogy elmehetünk szexuál pszichológushoz, hogy dolgozhatok azon, hogy merjek kérni, és ne csak szemlélődjek, hogy nézd, mert magamban mondjam, hogy ó, hát persze, már megint észre se vette, hogy mire vágyom. Te ember, mondd el neki, hogy mire vágysz. Tehát, hogy így nem gondolatolvasó senki. Igen. Igen. És a legizgalmasabb téma, hogy ez milyen spoiler megoldás. Abszolút, hogy a végén. Hogy a végén azt gondolja, integráló megoldásnak teljesen elképesztő módon, hogy akkor ő megtartja a férjét, és tart magának egy szeretőt az ex képében. És én borzasztó kíváncsi vagyok, én ezért is gondolom, hogy ez megérne legalább még egy évadot, hogy mi lesz a férfi válasza. Mert én azt gondolom, hogy mostanra kaptunk egy egészségesebb lelkületű Bredet, nem hiszem, hogy ebbe ő belemegy, én legalábbis nagyon remélem, hogy ez egy ilyen irányba megy el, kicsit ilyen tanító jelleggel, de ez így honnan jöhetett? Mert hogy nekem ez se derült ki, hogy honnan született meg benne az, hogy ez a jó megoldás? Mikor és miért született meg valakiben az, hogy ez a jó megoldás? Ez még mindig eszköztelenség a szememben. Tehát amikor ezt tartom jó megoldásnak, akkor ott nincsenek meg az eszközeim az érzelmi szükségleteim egészséges kielégítésére. Meg eszembe jutott most, amit a felénél valahogy felvetettél, hogy
hogy végül is elindult a jó megoldás felé, és választott egy unalmasnak tűnő, biztonságot adó férjet és kapcsolatot. Igen, ám csak ugye ott elmaradt a hogyan dolgozzam meg a múltamat, és gyúrjam ezt a kettőt össze, tehát hogyha választom az unalmasnak tűnő, biztonságot jelentő férjet, akkor hiányozni fog a szexualitás és az intimitás és a vonzalom egy idő után, ha nem végzem el a házi feladatot. Tehát, hogy önmagában az nem megoldás, hogy elkezdek a másik irányba menni, mert akkor az is fél igazság lesz. És hogy itt még mindig ez a helyzet, hogy emiatt most akkor másikat választom, de hogy valahogy képtelen eljutni oda, hogy egybe gyúrni a kettőt. Vagy ha csak teszem fel, elválni, meg szakítani az ex-el vagy a szeretővel, és akkor esetleg egy ideig egyedül élni, dolgozni magamon, és kialakítani egy harmadik új olyan párkapcsolatot, amiben ez lehetséges, ha egyébként nem lehetséges a régiben, meg a mostaniban. Viszont szerintem, ha Brednek lesz önbecsülése, akkor nem egy szerető státuszra vágyik, vagy nem abba fog belemenni. Tehát ha vannak határaink, egészséges határaink és önbecsülésünk, akkor a szerető státusz nem kielégítő. Az akkor kielégítő, az önbecsülésünkkel valamit jött. Kielégítő, akkor se. Akkor hisszük azt egy darabig, hogy ez is jó lesz így, ha az önbecsülésünkkel van valami gond. És nagyon sokszor mondtam el ma azt, hogy meg talán a ti szátokból is elhangzott egy párszor ez az egészséges. Nem ez a kedvenc kifejezésem egyébként, mert ezzel meg implicit módon mondjuk, hogy a másik meg nem egészséges. Nem vagyok ilyen stigmatizáló, meg ennyire ilyen diagnózisokban gondolkodó, meg címkéző, hanem azt gondolom, hogy mindennek, ami felnőttkorban nem működik az életünkben, megvan a maga gyerekkori gyökere, és hogy teljesen természetes következményekkel nézünk most szembe felnőttként. Tehát, hogy kvázi mondhatjuk tényleg, hogy nem az én hibám, de most már az én felelősségem nem dolgozni. Igen. És eszembe jutott akkor, hogy Bettina, hogy mi mindent akart egyébként még kennél elérni, Bibi, tehát nem csak ez a legyen már végre szex, hanem ilyen egészen konkrét vágyai voltak, hogy mik is voltak ezek? Igen, hogy tetováltassa magára a becenevét, eleve adjon neki becenevet, illetve hogy bókoljon. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon konkrétan megvolt neki az, hogy mi hiányzik. És ez volt még különösen ilyen szembetűnő, hogy ezek látszólag apróságok, és hogy iszonyú jelentőséget tulajdonított neki nőként, és ez is megint a figyelem, a csak én vagyok, a kürtölt világgá, hogy én vagyok, törődj velem, foglalkozz velem, figyelj rám, az öről szólt mindegyik, egészen részletekbe menő igényekkel. Én ezt abszolút a gyerekkorának tudom be egyébként, tehát hogy ahonnan ő jön, amilyen közegből jön. Tehát ugye ezek már szinte mondhatni gyerekes vágyak voltak, tehát hogy azért ezt már tudnunk kellene helyén kezelni. Ráadásul Ken könyvéből, majd kicsit spoilerezek, most kiderül, hogy ő amikor Brooke-nak, ugye ez a rendes neve egyébként, Brooke Bradley a könyvben a szereplőnek, hogy ő Brooke-nak szólítja, és senki más a világon nem szólítja, úgy csak ő. Tehát nekem például ez is egy becennév, úgymond. Tehát, hogy igaz, hogy az a neve, de rajta kívül senki más nem szólítja, úgy csak ő, viszont ő meg állandóan azt mondja, hogy ő nem szereti, mikor így hívják. Tehát, hogy itt sem, hogy elfogadná, hogy nyújtott valamit neki a férfi, hanem de mert én nekem ez így nem jó. Tehát, hogy ő egy picit sem volt hajlandó engedni ebből a elvárás listából gyakorlatilag, amit összeállított. Igen, nagyon érdekel ezek után, hogyan alakul mostanában az ő házasságuk, mert az is tanulságos lehet, hogyha mondjuk megírja, hogy 10 évvel később, vagy 5 évvel később, hogy ez a megtalált, vagy vélt megoldás végül milyen hosszú távon hozott eredményt, és hogy abból esetleg ő milyen következtetéseket vont le. De hogy ez csak a sorozatban lett egy megoldási, mármint most a megcsalás, mint megoldás, hogy ez csak a sorozatban lett egy megoldási nem is tudom, kísérlet, vagy megoldásnak tűnő ötlet. Igen, hát a könyvben ugye eljutottunk oda, hogy a manipuláció az beváltotta a hozzáfűzött reményeket abból a szempontból, hogy megjavult a házasságuk, és élnek boldogan, ami szintén egy kicsit elképzelhetetlen. De hát ugye ez megint csak a fantázia része a dolognak. Igen, én is azt gondolom, hogy
egyenes kommunikáció nélkül ezt nagyon-nagyon nehéz megúszni. Igen, ez egy jó végszó lehet. Így van. Igen. És hogy ez a... Na, nagyon sokat tanultunk tőled, Éva. Neked meg ez nagyon-nagyon tetszett. Sokkal... Nagyon jó kikerekítettük szerintem azt, hogy miről is szólt ez a történet. Kicsit így sikerült ennek így adni egy ilyen értelmezést. Nagyon hálás vagyok egyébként, hogy megtaláltatok ezzel, mert hogy egy sor téma ebből nekem nagy szívügyem, szóval, hogy örömmel állok ki ezek mellett, a dolgok mellett, hogy nem érdemes összekeverni a kémiát, a túlerős kémiát a szerelemmel, meg hogy nem azt kell elsősorban keresni, de hogy ezt az emberek nagyon sokáig nem tudják. Azt hiszik, hogy ez a jel az igazira. És még egy sor gondolat volt ma, ami nekem állandó veszőparipám, úgyhogy örülök, hogyha új emberekhez juttathattam el ezeket a gondolatokat, nem tudom, hogy hányan nézték, sajnos miközben nem láttuk. De köszönöm szépen nektek a megkeresést. Szívesen jövök máskor is, hogyha tudok valamiben segíteni. És jött meg kérdés? Uh-huh. Ez egy teljesen jogos kérdés, hogy mi van, ha az a hiányzó 10-15% a szexualitás, és hogy ez igenis nagyon fontos, és hogy hagyhatjuk-e bukni. Egyáltalán nem erre akartam kiukadni, hogy akkor hagyjuk ezt bukni, és hogy örüljünk egy aszexuális kapcsolatnak. Egyébként azt gondolom, hogy egy 85-90%-ban rendben levő kapcsolatból nem hiányzik a szexualitás. Tehát, hogy ez nem 85-90%-ban rendben levő kapcsolat, hanem ez egy hasított kép, hogy jaj, amúgy minden rendben van, csak a szex hiányzik. Nem, ott akkor valószínűleg sok minden hiányzik. Biztonságos kötődés elsősorban. És ez rengeteg mindenből meglátszik ilyenkor, hogy vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkét fél bajlódik azzal, hogy közel merjen engedni valakit, hogy megmerjen élni intimitást. Hogy át tudja magát adni egy nem annyira kontrollált állapotnak, mert mondjuk például az orgazmus nem egy kontrollálható állapot az ember számára, és ez nagyon sok mindenkinek félelmetes. Félelmetes, hogy ilyen közelről látnak, sérülékeny állapotban. Lehet-e mögött nagyon sok rossz élmény, rengeteg megszégyenítés, különböző súlyosságú szexuális abúzus, tényleg kötődési problémák, amikor is szorongó, elkerülő kötődéssel nagyon-nagyon könnyű oda eljutni, hogy a szexualitást is kerülöm. Úgyhogy szerintem ezek a kapcsolatok így lehet elégedetnek lenni a baráti részével, meg hogy szeretjük egymást, meg kötődünk egymáshoz, de itt azért szerintem egy csomó minden más is megoldásra szorul, de nem feltétlenül a párkapcsolatban, hanem egyiknél, vagy másiknál, vagy mindkét félnél külön-külön. És aztán ezek az okok nagyon sokszor szerintem oda vezetnek már, hogy persze aztán a kapcsolatban is megjelenik a hiány, meg a probléma, és hogy lehet, hogy párterápiába is menni kell. De ha hiányzik a szex, nem szakítani kell, meg szeretőt kell keresni, nem el kell menni egyéni terápiába, meg párterápiába. És ha azután sem megy, akkor oké. Okay. Illetve itt én még azt hozzátenném, hogy így általában, amikor ez a kérdés felmerül a megcsalás témakörre, akkor általában csak a két félről beszélünk. De ott, ahol van gyerek, azért nem szabad elfelejtkezni a gyerekekről sem. Iskolapszichológusként én a gyerek oldalát szoktam elsősorban látni, aki megéli azt, ami a szüleivel történik. És az a baj, hogy nagyon sok szülő ezt nem éri fel, vagy legalábbis nem gondol bele, hogy az ő tettei nem csak magára is egymásra, hanem a gyerekekre is hatnak. Szóval szerintem azért erre oda kellene mindenkinek figyelni. Tehát, hogy azért ott a gyerek egy nagyon, nagyon erős tényező, aki aztán később ezt viszi tovább. Tehát, hogy nagyon sok traumája is lehet a gyereknek ebből, még akkor is, ha a szülő nem feltétlen látta. Vagy azt hiszi, hogy a gyerek nem veszi észre, de hát sajnos azért a gyerekek, sajnos nagyon-nagyon jó megfigyelők, és még a szavakkal nem is tudják kifejezni, azért érzelmileg a nagyon-nagyon érzékenyek, tehát ugye a feszültséget, a feszültségkeltő helyzeteket nagyon jól tudják érzékelni, és később ez azért neki komoly hátrányokat tud okozni, akár a párkapcsolati téren is.
Jaj, de jó, hogy mondtad, ezt most egy nagyon erős szóval fogom kifejezni, de hogy önbecsapás azt gondolni, hogy nem jöttek rá a gyerekek, és hogy hát mi előttük nem mutatjuk, hogy baj van. Jó ég, hát tudják a gyerekek, hogy baj van. Tudják. Minden esetben tudják. Ha nem úgy, hogy megkérdezed, hogy szerinted anyáika van-e baj, és azt mondja, igen, mert lehet, hogy ezt így nem válaszolja, de elkezd tüneteket produkálni, high achiever lesz, mert hát ha akkor anyáik rendben lesznek, ha én jól teljesítek. Nagyon-nagyon sok mindenki jöhet abból, hogy nem érzi biztonságban magát egy gyerek, amiatt, hogy a szülei kapcsolata instabil. Ja, tök jó, hogy ezt hozzátetted. Igen, ez még megérne egy külön misét, abszolút. Abszolút, igen. Majd keresünk hozzá egy könyvet. Jó. Van még akkor nekünk néhány technikai infónk, amit itt azért újra szeretnénk igen. elmondani, hogy a pillanat, csak ugye biztosra akarok menni, hogy a Möbius könyváruházban megvásárolhatóak a könyvek, most is elérhető, és hogy ugye ez visszanézhető lesz ez a live, meg hogy a korábbi beszélgetések is a YouTube-on, meg talán a Facebookon is visszanézhetők. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, reméljük, hogy szerettétek, meg tanulságos volt. Én visszamegyek majd mert most ezt nem pont a Facebookból csináljuk ezt a streamet, visszamegyek a Facebook, és elolvasom, ha utána írtok, hogy milyen volt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hasznosnak találtátok-e. Megköszönöm a meghívást. Én is köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget. Hát akkor sziasztok! Sziasztok!